Hello, szevasztok! Biztos mindenki találkozott már azzal a jelenséggel, hogyha videózik, vagy telefonnal készít felvételt, hogyha egy fényforrással, mondjuk egy vakuval, vagy a napocskával állítja szembe a lencsét, akkor előfordulhat bizonyos tükröződés, ezt gyorsan meg is mutatom mondjuk az egyik videómon. Ugye itt van a nap, a buci fejem mellett, illetve mögött, és az arcomon minden előtt itt van a tükröződési rész. Hogyha ezt hagyom tovább menni, ezt a videót, akkor rövidesen elfordítom a kamerát a lencsével, mint például itt, ugye eltűnik a nap, nincs szembe a lencse a nappal, és el is tűnt a tükröződés. Majd, hogyha folytatom tovább, akkor megint itt a nap, és megint itt van a számnál ez a tükröződés, ugye jól látszik többszörösen is. Az egészben ugye az a lényeg, hogy a tükröződés az minden előtt van, tehát az minden a felvételből, illetve a képből mindenféle tekintetben kitakar egy kis foltot. Na most múlt szombaton a barátoméknál volt egy kis születésnapozás, ott készült rólam egy felvétel, vakuval, telefonnal. És ott is megjelenik valamiféle tükröződés, de akkor se értem, hogy miről beszélek, akkor azt most mindjárt meg is mutatom. Most sunyizom, mert eltakarom a lényeget. Tehát jól látható, hogy eléggé fáztam, meg már sötét volt. Ez egy teraszon készült, a hátam mögött itt egy picit látszik is, hogy van egy faoszlop, amire majd később ugye a terasznak a teteje fog épülni. Miután éjszaka volt, ugye nincsen szembe semmiféle fényforrás, sem vaku, sem lámpa, sem nap, sem semmi az ég egyet a világon. Tehát ha megjelenik itt egy tükröződés, mégis, akkor is annak le kellene takarni a felvétel egy bizonyos részét, de ott aztán mindent. Ehelyett nálam úgy néz ki ez a helyzet, hogy itt van a faoszlop, itt vagyok én, ahogy telefonálok, és itt van ez a rózsaszín folt. De hogyha ez normális tükröződés lenne, akkor ennek takarnia kéne a fejemet. De hát ez nem normális tükröződés, mert úgy néz ki, hogy a mögöttem lévő faoszlop és a fejem között van. Tehát ez valahol itt van. Tehát ez hogy van ez a tükröződés? Örülnék neki, hogy valami hozzáértő el tudná nekem laikusnak magyarázni, hogy ez egyáltalán hogy létezik, mert miután telefonálok, akkor vagy sikerült lefényképeznünk a térerőt, vagy ez egy glória, és tudtomon kívül engem valaki szentté avatott. Na, mit szóltok ehhez? Hát örülnék, hogyha valaki kommentelne valami értelmeset. Sziasztok!